A Fényeslitke Komorú határában kialakított ipari parkot 2011 tavaszán adták át. Kezdetben, ahogy híradónk is többször tudósított róla, egy acélhengermű építését tervezte itt egy ukrán cég, ám a gazdasági válság miatt ez a beruházás nem valósult meg. A park hasznosítható 136 hektárnyi területének eddig 22%-át adták bérbe, nehézséget jelent viszont, hogy a parkot átszelő, a 4-es főútra kivezető út még nem épült meg. Most azonban két cég is komolyan érdeklődik a park területei iránt. Két megkötött szerződéssel rendelkezünk, az egyik az egy gáz átfejtővel foglalkozó azt építő cég, amely 8 hektár területet bérelt ki, és jelenleg amennyire mi tudjuk, mint tulajdonos, az engedélyeztetésnek a végső fázisában jár, vagy talán már rendelkezés is az engedélyekkel. Reményeink szerint még 2013-ban el fogják kezdeni ezt a beruházást. A másik konkrét bérlő az egy logisztikai célú vélemény. Ez egy nagyobb terület, ez 22 hektár, azonban annak a konkrét hasznosítását azt majd az út megépítésével együtt lehet megkezdeni, vagy azután lehet megkezdeni. Ez az út reményeink szerint 14 végre fog elkészülni, tehát az a terület az egyelőre, bár szerződésünk van rá, de ott a konkrét építésnek jogi akadályai vannak ebben a pillanatban. A beruházások amellett, hogy munkahelyeket teremtenek, újabb cégeket is vonzhatnak a térségbe. A gázátfejtő ismereteink szerint 8-10 emberrel fog elindulni, a későbbiekben reményeink szerint ők is fognak további tevékenységekkel bővülni, hiszen a gázátfejtő mellett gázzal dolgozó különböző egyéb vállalkozásoknak logikus helyszíne lehet, ami ennél nagyobb létszámot jelenthet, illetőleg már egy elég konkrét, egy laboratóriumban van egy elég konkrét tárgyalás, ami mint egy fél hektárt venne igénybe, és további ismereteink szerint 5 és 10 közötti számú munkahelyet eredményezne. Ezen kívül több egyéb tárgyalásunk is van, ezekről nagyon részletesen azért nem mondanék cégeket, meg konkrét funkciókat, mert ez még azért korai lenne, de ugye nekünk az volt az elsődleges célunk tekintete, hogy az említett főútvonal építési munkálatai, illetve azoknak a csúszása nagyon nehéz helyzetbe hozta az ipari park hasznosítását, hogy azokon a részeken, amelyek így is hasznosíthatók, ott olyan kisebb ingatlanokat alakítsunk ki, amelyeket azonnal lehet hasznosítani. A holding nem csak bérbeadással, hanem számos egyéb finanszírozási és pályázatírási szolgáltatással is tud segíteni a cégeknek. Október közepén pedig bejelentenek egy olyan kombinált csomagot, amely átfogó szolgáltatásokkal segíti azokat a vállalkozásokat, amelyek a Fényeslitke Komorú Ipari Parkban végeznék tevékenységüket.